Üdvözlök mindenkit, ez itt a Vörös Ötös YouTube csatorna, Ricsi vagyok, és ebbe a mai negyed jubileumi adásban egy ilyen kis kör körültekintést, kitekintést szeretnék tenni, hogyan is áll esetleg a magyar x élet, ha még van ilyen, ami egy visszatérő témája, úgy tűnik ennek a vlognak, hiszen az első adás is az volt, hogy halott a játék kérdőjel, felkiáltójel, vagy valami nagyon hasonló clickbait cím volt. Hát biztosan nem tett jót a játékos számnak, a játékos szám emelkedésnek esetleg ez, a, ez az időszak. Ugye eleve ez a 9. epizód is már megosztotta ezeket az embereket. Amikor a 7. rész kijött és a Force Awakens érkezett, akkor volt egy ilyen nagy 15-ben talán 15 ha, igen, akkor. akkor volt egy nagy játékos szememelkedés 15-16-ban, aztán nyilván azóta is nagyon sokan jöttek. Tehát itt a legtöbb aktív játékos az itt még ezután jött. Ezzel együtt az, az jót tett. A magyar játékos állománynak is azóta nem igazán volt sajnos ilyen kiemelkedő esemény, aminek, amit az FFG-nek, illetve a disney köszönhetnénk, Tehát egy folyamatosan jöttek, mentek az emberek, mint minden hobbiban, ezért még talán rendben is van. Ugyanakkor nyilván ez, hogy nehéz játszani, ez fizikailag, ugye? Ez, ez nem tett jót az embereknek, ezért próbáljuk az játékos társainkban úgy tartani a lelket, hogy különböző online eseményeket szervezünk. Főleg most, hogy úgy tűnik, lassan megint érkezik egy második hullám, ami ami ugye, ha megnézzük, hogy milyen eset számlál, húzták meg a, a márciusban az intézkedéseket, és hogy most mik vannak, akkor ugye az elősebb megkérdőjelezi, hogy mit kéne e, tennie a vezetésnek. Ugyanakkor ezt a kicsiny hajót, az x közösséget azt, azt mondhatja, hogy mi vezéreljük, így úgy tartottuk, hogy bár nagyon fontos a közösség és a szórakozás, azért ezt részben ki lehet váltani online, lényegesen nagyobb biztonsággal. Így sajnos kénytelenek voltunk ezt a augusztus végi budapesti eseményt áthelyezni online-ra, és elég kevés embernek volt ez így jó, gondolom sokan csalódtak, hogy bakker rákészültem, hogy én élőben játék, játszok, akkor, akkor most nem megyek erre az online eseményre. Mert nyilván voltak olyanok is, akik élőben játszanak online, nem. Így egy rendkívül kicsi uh, játékos számmal vágtunk neki ennek az eseménynek szépen hétfővel, és erre még rájött az, hogy <laughs> mellett összeomlott a szerver, így gyakorlatilag négy ember fejezte be, és csak három fordulót játszottunk le az eredetileg élőben megrendezésre kerülő és ötfős eseményhez képest, ami, ami nyilván uh, egy, egy komoly kudarc mondhatni. Hát értsétek a kudarcot úgy, ahogy. Tehát nem, nem ez volt a tervünk. Így alakult. Azért ennek ellenére voltak ott ilyen érdekesebb listák, és azért letudtak még a győriek, kötőjel, szombathelyek, az Outer Rim szervezői, ugye Outer Rim Arabia, Arabia, a feleset tudja, hogy egy győrt <laughs> latinul, és Outer Rim Szavária ugye a szombathelyi eseményeknek a, a neve. Ott ott szerencsére már a pontváltozás után tartottak egy eseményt, és akkor nézzük is meg annak a alakulását. Itt a listák egyébként a végeredményhez képest voltak sorrendben. Ugye ez a Mészáros Special keresztnevet kapta ez a megbéretetés, mert még Pestről is érkezett Mészáros, meg ott a helyek között is van egy egész Mészáros család, így, így nem tudom, hogyha játékosokat megnézzük, akkor itt volt egy Mészáros, két Mészáros, három Mészáros, négy Mészáros, tehát már a játékosok negyede Mészáros volt. Ö, ha minden igaz, akkor itt látható frakciónként, tehát azért nem 16 fős volt, 12 fős volt elnézést, akkor, akkor a harmada volt a játékosoknak Mészáros, az hát még szebb szám. Tehát a játékosok negyede, Empire volt a játékosok neve, negyede, Scam volt a másik negyede, meg gyakorlatilag Mészáros volt, mondhatni kis fricskával. Akkor még ugye a lázadók képviseltették magukat nagyobb számba, és akkor Republic volt, Separatista nem volt, és Resistance nem volt. A győztes az Galambos András lett, ő ugye egyébként egy elég erős játékos, tehát azért így a Vasszal Ligában is oda oda teszi magát erősen. Valamint, amit mondani akarok, hogy ugye Pesti eseményeken is kifejezetten jó eredményeket ért el rendre, amikor indult. Szóval nézzük meg, hogy mivel képviselte magát ezen a versenyen. Az egyike volt a lázadó erőket felvonultató pilótáknak és egy árk. Norával vágott bele ennek az egésznek. Ez a Zeb, ez egy, ez egy érdekes választás, mert akkor ugye, hogyha így ütköztök, akkor range nullába támadhattok elsődleges támadással, ugye gyakorlatilag ezt mondja Zeb. Egy pontért az, az nyilván nem rossz. Ugye Norának a képessége pedig, hogyha range 0 ben van ellenfél, akkor minden egyes támadásra kap egy kitérést, Szóval végül is, ha ütközik egy ellenfélel, akkor már minimum kap egy kitérést a lövéseire. Ezzel együtt, ha mondjuk Nora megblokkol egy ázt, annak, annak biztosan örül, mert akkor neki van módosítás az áztnak, remélhetőleg nincsen, ugye kivétel erősíti a szabályt, aztán lövik egymást, és Nora fixen kap egy ivédet, az neki egy jó, jó kitétel. Egyébként, hogyha Norát megblokkolják, akkor mennyire örül ennek az ebnek? hogy akkor még az is lövél aki megblokkolta. Hát, az, az, nem tudom, szóval ez egy kicsit érdekes választás nekem. Ezzel együtt hát látszik, hogy jól működött. És ami egyébként még ugye egy nagyon érdekes választás, ugye, hogy ez a Garven, ez is az árkban ül, és az Tuketu is egy kászárnyában ül, tehát ez három közepes talpas hajót vonultatott fölé András. És akkor még egy sitapid, az AP5, aki a stresszeset is tud ö, koordinálni. Úgyhogy azért a nem árt megfordulni az árkokkal, hiába van hátsó tűzívük is. A KD-nek nincsenek piros manőverei, de biztos fontos szituációkban előjött az, hogy a sitapid az a tudott stresszeset koordinálni, hiszen még azért a három derékszög és a négy előre is, ha minden igaz, az árkoknak piros manőver. Uh, ugye Gárven, ugye, hogyha elkölt fókuszt, akkor valaki másnak. Tuketu pedig azt mondja, hogy mások baráti hajók is költhetik az ő fókusztok A Perceptive copilot tele eleve két fókusztoken van. Tehát itt egy hatalmas fókusz össze-vissza élő. elég erősen uh, hatékonyságra építő sereg van. Szóval, ha ennek így fejfej -fej mellett neki mentek ennek a többiek, akkor idézőjelben azt mondom, hogy az így teljes mértékben indokolt, hogy jó jött ki András ebből. Most nem az érdemel, itt akarok kisebbíteni, az legyen belőle. Egy ilyen listelen, akkor mit lehet kezdeni? Mert idézőjelben mondjuk Nora kér egy target lockot, ha tud, a többiek kérnek nagyjából egy Garvan, meg Tuketto, egy fókuszt. Aztán Ápiót az mondjuk véletlenül koordinálja hogy a hogyha tukettő ütközött vagy valami, vagy ütközni fog. vagy nagyjából ezt tudom elképzelni így ebbe a sereg, hogy ez a alapvető taktika, és az a meccseknek a 80%-án ez, ez, jó is lesz. Persze ki kell választani a jó manővereket, a célpontokat, a szaragzatokat, szóval most nem, nem itt teszel, is listát akarom leszólni, lesz félreértés ne essék. De hogy itt van egy, van egy határozott terv, hogy fejfej, tehát, -fej, tehát ütköztök, már nem szó szerint, hanem is szembe mentek egymással, jobszoltak, és jól fogsz kijönni egyszerűen a lövöldözésből, főleg esetleg egy kevesebb hajós lista ellen. Csak ezt a nagyon olcsó ap tudják esetleg viszonylag hamar lefókuszálni, a többiek szívósak, és aztán még egymást támogatják. De aztán ap t el a listából, akkor az még nem a világ vége szerintem, akkor sokat nem vesztesz a hatékonyságból. És még annak is van hátsó tűzíve, tehát hogy uh, nehéz még azt is megúszni, hogy uh, ha ászokkal vagy ellenük, akkor, akkor ne lőjenek rád, mert akkor is akkor a két hátsó tűzívek is veszélyesek lehetnek, amiket az árk meg a Sitapit szolgáltat. Hát egy ilyen listát valahogy be kell húzni egy nagyon sűrű asztaloid szét kell zirálni ezt az alakzatot, ami meg a garven képessége is, mint elég beszélen, működne, de akkor, itt legalább zézilázod az alakzatot, akkor nehezebben tudják fókuszálni a, a tüzüket. Láttam egy online meccsét, azt hiszem az Andrásnak, amit ezzel a listával játszott a Vassal Ligában, a ellen talán. A, ott, 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 igen, ott, a viszonylag szabadabb űrrészen ütközött meg velük Rafi, és ott egyébként jól tudtak garázdálkodni a lázadók szóval. Szóval ezt, ezt, a listát ki kell taktikázni, ki kell zökkenteni így a, a abból a szituációból, hogy a szabad űrben ezek forgolódnak és fordulogatnak a közepes talpukkal. Ez az egy hátránya van ennek a listának, hogy nehezen manőverezhető szűk helyen. Ezt ki kell használni, hogyha meg akarod verni. Tomács is a Galactic Empire listája. Ugye ezzel a most ne haragudj Csaba, de gusztustalan Fibradörös homi kombinációval dolgozik amikor ez így először kiderült, hogy állítólag működik, akkor, akkor én mondtam, hát ez és biztos nem igaz, aztán, aztán meggyőztek, hogy már pedig egy nyers szabály szerint ez így működik. Aki nem tudná, az ugye a homing missile azt mondja, hogy vagy négy kockával meglőnek, vagy pedig inkább nem védekezel, nem is dobnak egy támadó dobást, de akkor cserébe egyet sérülsz. Vagy generálódik egy hit. De a feedblader azt mondja, hogy amikor találsz és sajnos a találatszót használja a homing missile is, tehát a Slightning talál ilyenkor, akkor hozzáad, akkor betehetsz így a, dobás poolba egy, egy kritikus eredményt. Na ezzel az az egy probléma van, hogy ha lemegyünk az angol szabályoknak a betűszintű értelmezésébe, ez amikor egyik játékos sem korít semmit sem, akkor is hozzáadható ez az eredmény, és mivel nincsen védekező dobás sem, ezért be is megy ez a kritikus. Tehát, ha a Home Missile-ra azt mondod, hogy inkább nem bétekezel, akkor fixen kettőt sérülsz tőle, amiből az egyik kritikus is. És az a Home missile van több charge is. A Fifth Brother egyébként ugye az a egyik idézőjebb a gyengéje, hogy ugye a Home missile ki kell tenni a target lockját akkor ugye nincsen ivétyes a védekezésre, tehát ha, ha nagyobb iniciatívű hajók meg tudják szivatni, hogy elkezdik lőni, és akkor kénytelen e, sérülni, vagy e, forsz force költeni. Na most erre itt a hét egyébként egy tényleg remek alternatíva, hogy mondjuk sérülnél kettőt, de van egy fókusz eredményed, akkor elköltesz egy erőt, az rátforgatod a védekező fókusz, össz, szem eredményedet egy kitérésre, akkor már nem kettőt sérülsz, hanem csak egyet. Egyet sérülsz, visszakapod azt az egy force amit elköltöttél, és akkor megvan a két forszod arra, hogy el tud lőni a homing missile-t Fifth Brother képességével, mert ahhoz két force kell egyébként. Szóval ez egy, ez egy érdekes kombináció, és akkor még van egy Death Rain, aki, aki nem mondom, hogy a kedvenc, kedvenc is én egy, én egy redline párti vagyok, de gyakorlatilag egész jól tud magának akciókat generálni ezzel a kombinációval, és még a jelenlegi világbajnok Oliver Pocknell is próbálkozott ilyennel, egyébként ezután a verseny után, nem hiszem, hogy <laughs> Csavától lopta a listát, de, de mozgatja az emberek fantáziáját ez a detrén, Uh, és akkor ez túl több akciót csinálni, és akkor talán egy Focus Target lokos Beridge Rocket az már egy érdekes uh, lehetőség. És akkor Colonel Veszeri pedig ugye ő target lockot kap, hogyha már van a védekezőn egy target lock a valami baráti hajótól. Szóval ez ugye a brother és a Death Trainer is jól harmonizált, tehát igazából ez egy elég szolid lista. Négyesek vannak benne, initiative négyesek, a mindenig az, szóval nincsen ebben egy nagy Bit. Hm, nem tudom, lehet hogy, lehet, hogy még egy fire control Systemet valahol beleraktam volna. a Veszelire vagy a Fibradorra. Tehát akkor most 197 vagy 198, -re, 199 -re az már. Az már édes, mindegy. Uh, és akkor úgy tűnik, hogy a harmadik helyezett Takács Istvánnak. És egy Colonel veszeri mozgatta meg a fantáziáját. Ő egy szegény ember miszperét, egy e ezért mondom így, mert én nagyon irigy vagyok azokra, akik jól tudnak ECO-val repülni, mert én ettől távol állok. De ez a vízperen elterjedt felszerelést, a feedbrother és passzív szenzor, hogy a feedbrother is talán drágább lett a passzív szenzor, mert drágább lett vízperen, és vízper is drágább lett. Szóval ugyanaz összeállítás csak egy pilóta cserével, vagy 10 ponttal ha nem többel kerül be. És az Omicron Group Pilot pedig lehetővé teszi, hogy egy direktor kreniket, és beszállítsunk a csatába. Aki uh, prototype, Optimized prototype kondíció kiadásával gyakorlatilag azt mondja, hogy ha valamelyik hajónkat kiadjuk a prototype-nak, és akkor az a hajó azt a célpontot lövi, akit a direktor kreniket szállító hajó becélzott, akkor fókusz eredményt kivehetünk a támadó és azért is fixen sérül, Bajzot, vagy pedig cserébe fölfordít a damage kártyát a meglévőek közül, amiket már kiosztottunk annak a hajónak. Tehát ez végül is nem tudom, hogy melyik hajóra tette, de hogyha csak egy-egy fókusz dobtunk, és volt pajzs az ellenfélnek, akkor ez gyakorlatilag fix sebbé alakította, ami ugye jobb, mert akkor nincs az, hogy á, dobta nem tudom három hitet, aztán dob három évét a másik. Itt nincs ilyen probléma, kivesszük azt a fókusz eredményt, és azért fixen veszett pajzsot. Krenik az egyik nagy kedvencem, csak össze kell vele jól kompózni a dolgokat. Meg ugye szükséges hozzá az, az, hogy a, ki is kell tennünk a lockot a megfelelő hajóval. nem emlékszem pontosan ennek a, a title-nek, de ez valami olyasmit mondta, hogy ha, ha koordinálok valakit, akkor akkor lokkolhatok, vagy pedig megcsináltam azt az akciót, amit koordinálok. Val valami ilyesmi van, az a lényeg, hogy akkor hogy valamit, val valahogyan szerez az a title, ez, ez lokkot a lokkot az Omicron Group Pilotnak. Az a lényeg. Na, akkor a legsikeresebb SCAM lista az egy Y666-os tartalmazott, ami, ami ugye nem egy gyakori összeállítás, Ugye a Contraband Cybernetics az minden esetre egy gyakran előforduló elem a szkamoknál. A lázadóknál nem túl gyakori, hiába, mert kevés hajójuk hozhat uh, Grido... Ugye, hogyha te lősz először, akkor, akkor jó Grido, hogyha téged lőnek, akkor rossz. Egyéni ötös pilótán, Hát, amennyire ezeket a listákat néztem, eddig nem láttam mini hatosat, szóval végül is úgy tűnik, hogy ez ismerve a helyi játékosokat, hogy nem folyamatosan véderrel, meg Póval, meg Suntirfellel játszik mindenki, ez úgy tűnik, hogy itt a Grito jó helyen volt ebben a listában. Ö, és akkor Landó Cardassian, meg Copilot, úgy valamit, az zöld költesz, akkor újra dobhatod az ellenfél támadó kockáját, hogy valami, valami tud Landó. Uh, emellett van ugye a nagy talpas Freighter mellett még egy Freighter, másodjára már sikerült kiejtenem. Uh, az l ért én nem vagyok oda. De Jabadi hattal valahogy itt lehet hogy ugye a többiek kontrabentjével, meg a cloaking device-szal. Uh, biztos valami borzasztó szkámos okoskodás volt. Uh, hogy itt, leesik leesik, akkor nem esik le, visszajön, fel se tudja, hogy működhetett ez a lista. De biztos zavaró volt ellene játszani. És ugye szani, aki ha egyformákat dobsz, akkor utána hozzáadhatsz még egy olyan eredményt. Egy autobuszterre véletlenül dobsz két kritet, hozzáteszel egy harmadik kritet, és lesz úgy kivéthetetlen, hogy az ellenfél tűzében kívülről támadsz. Jártam már így, és azt hittem hogy az agyamat eldobom. Szóval ez egy olcsó zavaróhajó. hajó, Zúvió, ha minden igaz, aki előre előrefele tud bombázni. És akkor még előre klókol, aztán előrefele bombázik. Nem, nem, nem klókolhat ki, és nem bombázhat ugyanabban a körben. Ez egyébként egy ilyen apró megjegyzés. Nem, mint hogy azt mondom, hogy csinálta volna a Gregor Weaver, de hirtelen ezt a kombót látta meg ebben, de és az pont nem működik. Ez, az, ez csak egy megjegyzés. Na akkor itt van még egy Birodalmi lista, itt, uh, itt Death Rain, nem tudom, Death Rain úgy tűnik, hogy arrafelé menőbb, mint Redline. Major Winder, Alpha Class, nyakörülön, hogy minden jóval. na egy Fire Control, azt hiszem. Ugye, Range egyben egy veszélyes uh, torpedó, ugye, Range 2-3, a Konkás semmiszájjal. Ugye, Major Winder ezzel a title el ugye, nagyon szeret szlemelgetni ugye Advanced slam meg pláne, és akkor utána még amíg egy Slam van, addig ugye lőhet torpedót, vagy rakétát. Tomax Egy egy érdekes ez a Proton Torpedó, mert nem volna esküdni, hogy a Tomax Brennek valami olyasmi képessége van, hogy El megnézzük, milyen képessége van, mert a fene tudja, hogy milyen képessége van Tomax Brennek. Azt, hogy nincsen internet, hát akkor, akkor, akkor nincsen internet. Az egy érdekes, hogy itt elment menet közben. Milyen jó, hogy előre betöltöttem, amiről beszélni akarok. <laughs> Technikai szünet. Akkor, akkor most a mobilomat kezdem el nyomkodni, és nem mutatom meg nektek, hogy a pilóta képességedet felolvasom. Azt mondja, a számítógép közben lett internet, na? Jó, van, nagyszerű. Jó, akkor ez így érdekesen töltött be. Ha valaki nagyon kíváncsi volt, hogy melyik karaktert milyen kóddal kell behozni, akkor az most menészeti. Tomax Bren azt mondja, hogy reload akció után visszahozhatsz egy tokent egy, egy talent kártyádon. Hát ez, erről itt, itt lemondtak ebben a listában. 197, hát uh, elúzívot lehetett volna hozni, azt nem hiszem, hogy olyan jó. Uh, Crackshotot hirtelen nem ilyen szembe jut. Lomwolfot lehetne hozni. Illodország a Lomwolf, az nem jó, mert amikor reloadolsz, akkor általában ez már az már megvan. Hát akkor értem, hogy miért nem ment, miért nem volt fontos szempont itt ebbe a listában. Na, és akkor még egy ilyen tájvegyes salátát nézzünk meg. Ugye Delmikónak támadásra van képessége, Pure támadásra van elő, képessége. Ugye Elusive és Stealth Device az lehetővé teszi, hogy azért úgy ne legyen olyan jó célpont, illetve bírja kicsit a kiképzést. A Szeim maranának is egy agresszív képessége van, Gideonnak is egy agresszív képessége van, és Hauraner, uramisten, milyen drága egy elusive a Stealth szal Uh, annak is egy támadó képessége van. Szóval ez egy ilyen 5 elit TIE Fighter, mindegyik agresszív képességgel. Howrunner-t hamar le akarod lőni, Pure hamar le akarod lőni. Uh, hát ha véletlenül valamiket sikerül hamar lelőni, akkor valószínűleg sokat veszít ez a lista a tűzereiből. Uh, amely esetben valahogy sikerül megviccelni jó helyezkedéssel, vagy jobb dobásokkal esetleg itt nem, nem sikerül hamar levinni Howrunnet vagy Pureszebekot, akkor valószínűleg bizok módon üt ez a lista. Szóval valószínűleg szintén ezek így egy kopotba szeretnének menni Howrunner körül. Ez ellen is egy ilyen szétválasztás lehet a befutó taktika. Rafin dupla fire sprayt hozott át. Azok mennek fel alá, az ellen, az ellen nem tudom, hogy jó úgy taktikailag a fölhelyezésnél. itt egy ö, három, három, olyan lázadóból álló lista, ami ö, hát valószínűleg ezek kicsit túl vannak ö, szerelve ezek a srácok. Tehát Brélen azért ennyire nem strapabíró, hogy 73 pontot elvigyen a hátán. De nyilván, hogyha sok dolgot teszel rájuk, akkor nagyobbat üthet de nem tudom, hogy ez a plusz kb. 20 pontnyi fejlesztés az ad -e annyit uh, rélennek, mint amennyit így árban elvisznek ezek a dolgok. A Stabilizers stabiliz Foyersért annyira nem vagyok egyébként, az a, azt hiszem, hogy Tennambon még a legjobb lenne, annyira nem is kedvelem. Uh, ny nyilván itt is így valami akcióekonómiáról szólna ez a játék, hogy uh, a Dutch target lokkol, valakinek egy lokkolt, akkor mondjuk így például felcsinálják, akkor ez így meg kilövi az Adler Proton torpedót. Az állat elmegy elmegy range egyből dupla moddal, akkor az ott valamit letöröl a pályáról. Ellenben, hogy ez így valahogy nem úgy jön össze az első lövéskörben, akkor elég sok lista szerintem még egy Braylens Stremet és visszalak hamar le tud a pályáról. És akkor utána ennek a két hajónak már azért nincs akkora tűzereje, 3 igé. Euh, hát a há, há, 3 igéhez nagyon otthon kell lenni a, a játékban, hogy az az ember euh, komoly eredményt érjen el. Most véletlenül a Gold Squadron Podcastnek a versenyén volt egy dupla igés lista, ami, ami jól szerepelt, és nem 200-ból vagy hányban a TOP 32-be jutott. E, valahogy az igék ezzel a kalkuléttel megjárták, Tehát néha jó az a fókusz, meg néha jó azokat a védeket megkapni, még valahogy egy dupla akciót összehozni, meg amhogy ugye voltak a mindlinkek az 10 ban azok szerintem hiányoznak nekik. Uh, itt egy 3 árkos lista. Uh, hát én nagyon sokat, nagyon az túlzás, de többször játszottam szerintem az Ágostan 4 árkos listájával, és, és való, va, hát, itt biztos kellemetlenek ezek a képességek együtt, de a plusz egy hajó az lehet, hogy rosszabb összesít a pályán, amit az ellenfélnek. Ilyen 42 pontért lehet volt egy árkot. Nem hiszem, hogy 60 pont fel érdemes fölvinni az árkokat. Akár lázadó, akár Republicról beszélünk. A Pierre van egy ilyen scam összeállítás, amiben lehet ez már két HVK-t szóval ezt az érdeklődésemet fölkeltette, de... De nem tudom. Pedig ez nem, nem tűnik olyan rossznak. Ez itt már egy elég így a lista vége felé vagyunk. Ugye Captain szívor. Szikek! Tehát lehet, hogy az egyik, egyik, egy, egy HVK helyett más kellett volna hozni. Borzasztóan drága ez a palop, Borzasztóan drága ez a palob. Ez a listának a harmada pontban, de nem biztos, hogy elviszi a hátán lista harmadát. De, de érdekes, határozottan érdekes. Jó, és akkor még a First Order lista is volt. A A Captain Fazma osztja a többieknek a sebzést. akkor a Starkiller Base Pilot helyett én akkor már szívesebben láttam volna a Tavszont, aki hogyha sérül, akkor akciózik, mert akkor hogy t osztja neki a sérülést. És akkor még, még, egy Midnight, aki... aki, aki így elég strapa bíró ezzel az elúzívval és a Stealth ugyanakkor még mindig csak egy két életes TIE Fighter. Tehát ez, ez egy két TIE FO árát fizeti ki az ember azért az Elite TIE Fighterért, aki megszivatja az ellenfél kocka módosítását. Nagyon meg tud zavarni egy ász, szóval nem mondom, hogy ez rossz, de, de ez nem, nem egy 50 pont pluszos hajó, amit azt én, én azt mondom. Ö, nyilván egy pontváltozás után nehéz, listákról beszélni. Ezzel együtt mindenki szerintem teljesen egyedi listát hozott. Szóval. Szóval le a kalappal itt a srácok előtt. Tehát itt uh, még anélkül, hogy megszólnám a raffit. Ez az a lista, amiről egyedül azt mondanám, hogy na, ilyen, ilyen van máshol is a világon, és, és népszerű. A többiek úgy érzem, hogy a teljesen saját Kutfőből rakták volna össze, hogy na, végre lehet játszani, ki lehet menni az utcára, vagy hát. gondolom nem az utcán játszanak szombat És akkor volt nekünk ez az augusztusi versenyünk, ahol ugye szerver problémák is voltak. Meg akkor csak heten indultunk el, szóval egymáshoz képesti erőviszonyokról hogy a listák között nehéz, nehéz mesélni, mert többen csak egy, kettő vagy három meccset játszottak, tehát senki nem ugyanannyi meccset játszott szinte. De végül így a számítógépek kitartásának és a játéktudásának köszönhetően Balogimra nyertem el az eseményt. Nagyon kíváncsi lennék egy-egy meccséről, hogy ez a Vegs korán hogyan ment. Ö, öh, állítólag a Korel Hornon az rendszeresen sikerült így búzályokat elhelyezni ami, ami nekem például nem megy, szóval ugye a Korean Horn képessége már csak pulzájban működik. A Snapshot Wedge egy nagyon érdekes koncepció, valahogy nem, nem hallottam még róla, szóval ez be, saját ötlet van, a, és a Foresight-tal is tudtuk valahogy szivatni és lőni, szóval ez a, olyan hajók, akik alapvetően egyetlenek körönként, hogyan lőhetnének kettőt. Ha minden összejön, ami ami azt jelenti, hogy akkor Uramisten ez az a legjobb körét hozta össze Imre az életében. De ha minden összejön, ez a három hajó hatot lő. Hát az, az egyébként bámulatos. Mondjuk, hogy az, hogy a snapshot lőhessen, az az ellenfélnek bele kell repülnie. Nagy esetben. De akkor is. És egyébként de nem voltak olyan durva bidek ezen a versenyen, szóval a 196 az éppen sok listánál kevesebb volt. Tehát még akár választhat is, hogy másodiknak lép. De akkor Vámos Csaba egyébként pont kevesebben jött. Suntir, ez mondta, hogy ez egy régi hyperspaces listát vett csak úgy elő. itt is van egy Krenik, az épít akkor csak Deadfire-rel tud gyakorlatilag kombózni, szóval ez egy picit furcsa kombináció. Deadfire is egy teljesen bombázó, aki, aki, csak a csapánál szoktam látni, amikor jön online, akkor, akkor hoz egy Deadfire-t, vagy nem tudom, Tavaly az AirBnk kint volt. Akkor nem tudom, találkoztunk-e tavaly az airbnk Lehet, hogy találkoztunk tavaly az airbnk De akkor is... Lehet, hogy előtte korábban találkoztunk a... a... angol sosem. Összefolynak kicsit a tavalyi események, már régen voltak. De biztos, hogy deadfire játszott. Nem tudom, nagyon szereti ezt a hajót. Attila... Uh, is egy saját szájízű hozott. Így... Uh, Sunfuck és az Ensner, meg ugye a nanták egy kicsit átlettek alakítva egy pontozásban mindenben. Minden esetre itt egy, ezt a 404 önmegsemmisítő híjén a droidot hozott egy ilyen Advanced Proton torpedóval. És ahhoz képest, hogy mekkora kárt tud okozni, ahhoz képest az egy nagyon olcsó hajó, ezt is szeretném kihangsúlyozni. Egy olcsó blokkoló, de alacsony ellen jól mozgó nanták, a kis hajók a számfák, és akkor egy nagyon idegesítő Grievous tábornok. Ezt nem egy szép kombináció. Rafita két igét egy hanszólóval toldotta meg, ami ugye félig igének számít, szóval kis trükközés. Nem tudom, hogy ez a lista szintén hogy működik. Ugye a Tricksalt meg Lando title-lel a hanszóló gyakorlatilag ez a két kockás kis csökevényes támadó erejét fölöviszi 3-4 kockára. Én a komfortzónám határait veszegettem, és egy olyan összeállítást hoztam, amiben több olyan lap, illetve képesség is volt, amit nem szeretek. Uh, oldó volt a régen, ami én szerintem, nem azt mondom, hogy hülyeségnek tartottam, de soha nem szerettem. Illetve ezt az egész kova mellett nem éreztem úgy soha, hogy képes lenne a saját e, súlyát elhúzni itt lejával, meg r meg Hiroikkal, mondjuk az r meg a Hiroik az már tényleg semmi. Ugye lei a, a borzasztóan drága, és egyébként kova elnek is van egy e, alap képessége. Tehát ugye aki nem ismeri véletlenül a kombót, hogy lájával könnyítesz a manőveren, R4-en könnyítesz mondjuk az 1-2 manővereken, és akkor a piros egy derékszögből egy kék egy derékszög lesz, amire még ráadásul rájön az, hogy el a felfedett manőver színét veszi alapul, hogy kap-e plusz kockát, vagy nem kap plusz kockát. Tehát a... Uh, csak egy meccset tudtam játszani a technikai problémák miatt ezzel uh, a vasárnapi versenyen, szóval Szóval nem, nem tudnék nyilatkozni, minden ugye a, a holdó Holdó stresszt átadja a ré, és akkor mondjuk elvehet zizi egy olyan tokent, ami nincsen a rének. Ugye ez Izi, hogyha lő, akkor utána kap egy tokent, tehát hogy az Izi átdodzsolta, akkor kér egy fókuszt, aztán utána meg kér hogy miután lőtt, kér egy ivédet, és akkor azt az ivédet meg odaadja a rének. Egy stresszért cserébe zizi meg könnyedén leadja magáról a stresszt, Ö, vagy pedig kova, még úgy csökkenti majd a nehézségét a rémanőverének a leja segítségével. Van itt egy csomó uh, érdekes dolog, uh, nem tudom így fejből, hogy hány pont a Ray Millenium Falcon title. Az nekem, így hiányzott, remélem nem egy pont, mert hát akkor mérges vagyok, hogy kihagytam. A azt én még így, a két pont, igen, azt a két pontot még valahogy be kéne csempészni ebbe a listába szerintem. Uh, mert egyébként ez a Ross, és Finn, ez az, amit én úgy minimum szeretek rátenni egyre-egyre. És... Uh, az, az, még jól jött volna. Rontottam el egy p manővert, hogy azt hittem, hogy rajta van a title, mert mindig ráteszem rá -ra a title, úgy kezdem az építést, és hát nem volt rajta. És a második fordulóban pont Dobi Zsákosra kezdtem el játszani, amikor meghalt a szerver, és hát hogy nagyon féltem ettől a match mert van három hajóm, amiből az izi nem szereti, hogyha lövik, Kova sem az, aki annyira oda megy és így leboxolja a dolgot, így van neki öt olyan hajója, ami ugye Jostero tud még egyszer lődni, bizonyos speciális feltételeknél. A Non-Lamba dengárral hülyéskedik, a Seavor Gemmel, a Zuvio előre bombáz, Torani de meg csak úgy fixen se hogy hogyha búzajába vagy. Tehát ez egy borzasztó lista. Érdes jó, jó értelemben. És amit én sokszor mondtam, amikor közepes talpak, meg eh, nagy talpak, meg eh, sok hajó szembe jön, hát a célom az lett volna, hogy megpróbálom őket keresztül húzni valahogy egy mezőn, és nem álltam vele olyan jól, szóval nem tudom, hogy megnyertem a -e volna a meccset. Azt hiszem, hogy harmadik körnél eh, adlá a szerver, ahol első körben többen mindannyian ütköztünk, és volt még egy új indulónk Ákos, aki egy eh, kéthajós birodalmi elég tökös listával indult, ahogy, ahogy hallottam. Mert úgy hallottam, hogy ezt a megfogalmazást hallottam másoktól, akik látták ezt a listát. Hát nem mondom, hogy ez a legjobb lista, amit el tudok képzelni a Talán nem annyira rossz lista. Biztosan kell hozzá talán egy kicsit több gyakorlást, tehát, hogy helyett a Rexler is jobb lenne. Ez az biztos, hogy egyébként ő volt a, Leg, legtöbb bit ponttal. Most tudom, hogy mennyire voltak hatosak. De mondjuk Hanszol az pont egy hatos, Számfek egy hatos, uh, Szuntír egy hatos. szóval végül is aláhállítszált a többieknek. De máskor ha még krézibb, még őrültebb bideket tudnak itt a magyar játékosok hagyni. Szóval ennyi történt a pontváltozás óta itt Magyarországon. Most uh, Szervezkedünk, mérjük fel az igényeket, hogy hogyan legyenek online események itt a jövőben. Így ezért azt mondom, hogy akit érdekel, ezek az események, hogy játszanak velünk TTS-en, Vasszalon valami egyéb rendszeren, akkor javasoljon egyéb rendszer, de TTS-en és Vasszalon várjuk nagyon sok szeretettel. Ez itt a Vörösötös x YouTube csatorna volt, kicsit beszélgettünk szerintem, hogy mivel játszanak a magyar játékosok mostanában. És hogyha több x tartalomra vágysz, akkor lájkolj, iratkozz föl, hagyj el itt kommentet, tegyél ajánlást, hogy mivel foglalkozzunk. Ö, azt hiszem, nem beszéltem erről a videó elején, de készül itt egy ilyen szervezeti újítás, ami uh, amihez nekem semmi kötött nincs az ég egy világon, ezért nem akarom bejelenteni, mert uh, nem én dolgozok, tehát ne én arra sem le a babírokat, de lesz itt valami, ami ezt a baráti versenyszerű játékot egy kicsit talán befolyásolja, felé linkíti, így, így maradjatok készelétbe a, a jövőbe, ez így több ember uh, szabad szabadidejét emészti fel ez a projekt, szóval Szóval ezért, ezért ez nehéz megtippelni, mikor lesz, de, de maradjunk abban, hogy megéri játszani, mert lesz majd, lesz majd foganatja nyoma ennek az egésznek. Hát, amíg legközelebb találkozunk, addig is a vörösötös készenlétben.